Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Rég volt már kommentre válaszolgatós podcast Rolanddal, útkor sajnos Imádát kellett behívnunk, mert Roland pont nem ért rá, úgyhogy mindenki kardjába dölt. Bánatára. Igen. Imádó volt, itt őt kellett nézni. De most visszatérünk a régi, jól bevált formátumhoz. Előtte viszont szolgálati közlemények. Elindult a Patreon oldalunk, ahol egyes tartalmainkat hamarabb tudnak megtekinteni a támogatóik, mint... Pláne, amit Roland összevág hamarabb, de igazából az egésznek az a lényege, hogyha támogatsz minket valamilyen formában, akkor a neved, vagy a céged neve, vagy a céged logója akár kikerülhet a videóink elejére. Tehát nem lesznek rajta exkluzív tartalmak, nem marad le senki, aki nem támogat minket, ez inkább egy ilyen plusz szolgáltatás részünkről, hogyha befizetnétek rá. Másik szolgálati közlemény, amit Roland fog elmondani, atomzsírter Rudi póló van. Igen, lehet rendelni a webshopban, bármilyen méretben. Így van, és most a webshopban olyan promóció is van. Elindult már a nyeremény Swift promóció? Persze, az a videó, amikor kiment a videó a nyeremény Swiftről, az ott elindult. 2000 forintonként egy esélyed van arra, hogy megnyerd a Swiftet. Így van. Swiftet. Egyszerűen mondva, ha te mondjuk 10.000 forintért vásárolsz merchandisingot az Amon Oliver webshopból, ez még szépen itt föl fog ugrani, akkor az azt jelenti, hogy 5 kupon esély, nem fog semmi fölugrani, tombola. Nem tudjuk megcsinálni. Jogos. Ja. Majd lehet, hogy esetleg meg lesz. Igen, szóval a lényeg az, hogy ha 10.000 forintért vásárolsz a webshopban, akkor 5 úgymond tombolával beszállsz a sorsolásba. A játék leírása amúgy megtalálható a webshopon, egy külön fülbe. Így van, olvassátok el alaposan, benne van minden részletesen. Mennyibe kerül egy ilyen Rudi póló most? Te raktad föl, nem? Tudom, hogy én raktam föl. 8500. Az 8490. 8490, tehát ha veszel egy Rudi pólót, akkor kapásból 4-szerezed az esélyeidet abba, hogy nyeri egy pályázásra felkészített Suzuki Swiftet. Azt hiszem, ez a legjobb szó rá. Ja, úgyhogy ezek mennek, meg a bárányfelhők, és akkor most jöjjenek a kommentek. Ki kezd? Te vagy én? Kezdjed. Kezdjek én? Nézzük meg a te kommentjét. Igen, Péter. Ilyen jó, hogy itt van mögöttünk ez az orbitális méretű kijelző. Igen, alig kell forgolódni hozzá. Hú, igen, Nagy Attila 007. Hú, ő nagyon sokat kérdezett. Ha már ez az imádás kommentre válaszolgatás alá jött, ha már provokáljátok az embereket, kár, hogy... Akkor a kommentre válaszolós videó alá érkező kommentre fogunk most válaszolni egy kommentre válaszolós videóba. Ez nagyon meta. Ha már provokáljátok az embereket, kár, hogy Anti azzal indít, hogy nem kell a kommentekre hallgatni. Én például nagyon örülök neki, hogy amit annó még pár éve a TC videó alá beírtam, hogy Anti nem tud normálisan beszélni, és gyakorlatilag át kell ugranom azokat a részeket, mára megszűnt. Ha elolvasta, megfogadta volna, akkor talán korábban eljut idáig. Most kerül elém, amikor a Stig és Misha beszélgetnek az autókról, ők 38 percet hoztak össze, kicsit mókás, hogy itt meg az autóipar két nagy öregje egy órát. Kommentek olvasgatása nem autóipar, ilyen szinten bulvár. MX-5 versenyautóépítés nyírivel jó volt, ez köhöm nem. Na, itt több dologra is szeretnék reflektálni. Az egyik, hogy... A PC-nél még ennyire sem foglalkoztunk a kommentekkel. Pontosan, tehát, hogy egyfelől ez, másfelől az, hogy amikor én azt mondtam, hogy nem kell a kommentelőkre hallgatni, én azt nem arra gondoltam, hogy bizonyos kritikákat nem érdemes megfogadni, hanem arra, hogy nagyon sok tartalomgyártónál látom azt az attitűdöt, hogy valamit azért nem csinál meg, mert jaj, mit fognak szólni a kommentelők, vagy jaj, mit fognak szólni a törzsnézők. És szerintem ez egy nagyon-nagyon káros hozzáállás, mert én vagyok a tartalomgyártó, nekem kell tudnom, hogy milyen tartalmat akarok csinálni, a néző meg azért néző, hogy el tudja dönteni, hogy ő azt meg akarja elnézni. Nyilvánvaló, hogy van valamiféle visszacsatolás ebben, tehát hogy mi se csinálunk olyan tartalmat, ami nem néz senki, kivéve akkor, hogyha jól szórakozunk. De persze, de akkor jól szórakozunk. De ez mondjuk a 10-ből egy. Mert azért többnyire szeretnénk... Függetlenül ugyanabban a nagyjából ugyanolyan tartalmat csinálunk. Tehát, ha mi szórakozunk rajta jól, az is ugyanolyan tartalom. Igen, és általában, ami mi jól szórakozunk, azon a nézők is jól szoktak szórakozni. Igen. Igen, és hogy... Anti meg amúgy nem azért tanult meg beszélni, mert mondták neki, hogy tanult. Hanem mert megtanult beszélni. Igen, tudod, ez nem olyan, hogy... Bár egyesek szerint még mindig. Egyesek szerint még mindig beszélni, nem. Mindegy. Tudod, ez olyan, hogy hajléktalan vagy, vegyél a házat. Nem tudsz beszélni? Tudja. Ennyi. Igen. Nem, ez egy fejlődési folyamat volt, és nem gondolom, hogy a kommentek olvasgatása ebben előrébb itt volna. Nyilván el szoktuk olvasni, tehát amikor beírjátok, hogy nem stimmel a hang, nem jó a fényviszony, nem jó valami beállítás, arra igenis oda szoktunk figyelni. Bár ez is egy érdekes kérdés, hogy ugye ezen
tök sokszor van az, hogy te valamit összevágsz, a te gépeden full perfect minden, meg én is, amikor újra nézem a gépemen full perfect minden, és akkor megnézi egy X, egy Y ember, akinek valami más kodek van telepítve, akár kép, akár hang, akkor ő megpanaszkodik, hogy, hogy nem jó. Teljesen más dolgon hallgatja. Igen, telefonon nézi, tévén. Nem tudom mindenem meghallgatni, hogy jó ez. Igen, tehát az ilyen jellegű kritikákra oda szoktunk figyelni, azt, amikor meg akarják nekünk mondani, hogy milyen tartalmat gyártsunk, néha amúgy arra is, de nem jellemző. Tehát szerintem az egy nem jó irány, mert hogyha az ember teljesen kiszolgált... Gyártjuk a tartalmat. Igen, tehát hogyha az ember kiszolgáltatja magának a közönségének, és mindenkinek meg akar felelni, abból egy ilyen jellegtelen szar lesz. Mert ami mindenkinek jó, az egy kicsit senkinek se igazából. Na. Ezt olvastam én is. Igen. Másoltam ki. Amennyiben az említett digitális nyomozóval becsületes nepper az epizódjából ismert Albert, szívesen megnéznénk köztetek is egy hosszú beszélgetést. Amit ott beszélt a kopasszal, szerintem rendkívül érdekes volt és mókás, egyben szomorú igaz történetekkel. Hát igazából ő még annyit sem beszélhet a munkájáról, mint amit ott beszélt. Azóta többen. Nyilván. Hát, nem. Igen, 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 tehát hogy Albert, hogy mondjam, tehát az ő működésének az egyik alapfeltétele az, hogy ne tolja túl az arcát a médiában, és ezt tiszteletben is tartjuk, amúgy nagyon sokat szokott segíteni. Tehát főleg, amikor ilyen átverős, lenyomozós dolog van, azonnal, és nagyon hálásak is vagyunk neki ezért. Én már többször próbáltam behívni, de mindig udvariasan hárított, és ez így is fog maradni a jövőben. Igen, és múltkor elmesélte, hogy miket kell ahhoz csinálnia, hogy ezt a munkát végezhesse. Nem biztos, hogy sokan csinálnák azt. Így van, úgyhogy... Akkor az még egy régebbi időszak volt, amit a becsületes nepperrel csinált, akkor ez még belefért, most már nem. Gonosz Swift. Jó lenne, ja, igen. Jó lenne, ha bárki kipróbálhatná kör jeggyel, benne egy próbakör és egy mért kör. Mindegy, mennyibe kerül, minimum egy jeggyel megérni, akkor is, ha kokain áron van. Ezen gondolkozzatok el szerintem. Volt. Volt. Nagyon jó az összevetés. Volt Gonosz Swift próbálgatás. Most volt ugye a nyílt napunk, most van 30-a. Pedig akkor már lehetett egy jegyet kapni szerintem, amikor ez a komment jött. Hát jó, csak tudod ezt, hogy hiába promózunk be valamit, garantáltan nem jut el mindenkihez. Szóval, hogy a Gonosz Swift kipróbálás az ugye egy nagyon... Nehéz dolog. Nehéz, problémás. Nagyon ki kell biztosítani, hogy bárki beleülhessen. Igen, tehát az a baj, hogy ez egy annyira... Nehéz, annyira megterhelő szellemileg vezetni azt az autót, hogyha az ember egy egész kicsit is rápánikol, és nem tudatosan nyúl a kormányba, hanem reflexből, akkor neki fog menni valakinek. És az egyik legnagyobb kihívás itt a, hát mondom, most van csütörtök, nem, de most van csütörtök, 5 nappal ezelőtt vasárnap volt a nyílt nap. Szombaton volt a nyílt nap. Szombaton volt a nyílt nap? Igen, mindegy. Nekem egy kicsit összefolynak ezek. A lényeg, hogy talán azzal dolgoztunk a legtöbbet, hogy a Gonosz Swift tudjon menni, és ahhoz le kellett zárni kb. A fél telephelyünket. Igen. El kellett pakolni, megnéztük, hogy mit kelljen kigumizni. Egyáltalán, hogy minél kevesebb dolgot kelljen kigumizni, hogy ne legyen ott semmi. Nem hiszitek el, az összes a telepen lévő gumit ki kellett rakni. Tehát, hogy elfogyott a gumi. Már csak olyan gumi volt, ami felnyire van szerelve, és azt azért nem raknánk ki, mert annak nincs. És Dezsővel még így is majdnem elvittük a mosót. Igen? Igen. Azt. Én belekéziztem. Nem. Nekem is volt egy jó kalandom, beült hátra két ilyen megtermettebb csávó, vittem őket, rátéptem hátul a kézit, és nem csúszott meg, tehát nem bírtam annyira betépni már a kézit, mert annyira lenyomták a hátulját, hogy megcsúszson. Nagyon el van fáradva. Hát de két emberrel még tök oké, akkor nincs új hátul. Persze, kézizni, hogy én húztam neki, és hátraadtam a hátsó ülésre. Igen, tehát azt valakinek hátulról két kézzel. Igen, azt nagyon kell már húzni. Nem, és visszapörgött a kormány, és olyat odavert a kis ujjamnak, hogy roppant. Szerintem egy porckorongot sikerült benne elintézni, mert be is lirult meg minden, és így bele is álltam én is a gumifalba, hogy kell. Úgyhogy onnantól pont láttam is. Négy személlyel nem erőltettük a Gonosz Swift-ezést. Viszont ha már Gonosz Swift, akkor el kell mondani, hogy még a Vaterán megy, még azt hiszem 4 vagy 3 napig az aukció. Nem, 5 napig. 5 napig? Nem, még 5 nap van. Mindegy, vasárnap fog kimenni, addigra már maximum 2 nap lesz hátra. Ja, ezt vasárnap akarod csak kirakni? Persze, hát holnap BZ4X. Ja, azt hittem, holnap akarod kirakni. Nem. Vagy ma. Nem esélytelen, ez vasárnap. 4 nap, 22 óra, tehát vasárnap már majdnem le fog járni. Vasárnap, igen, azt hiszem úgy értettem, hogy kedden járjon le, mert akkor még egy TikTok élőt tudunk csinálni a legvégéről. Szóval 450 ezer forintnál jár a licit, a Gonosz Swift többszörösen dedikált géptetejére. Aki most már mindenki dedikálta. Most már mindenki dedikálta, igen, a teljes Peller család is. Mi amúgy nem? Hoppá! De nem. Még megtehetjük.
Igen, azt, ha kéri a vevő, akkor aláírjuk. Így van. Na, de a lényeg, hogy a teljes befolyt összeg a Bethesda gyermekkórháznak megy, úgyhogy ha van kedvetek, és vennétek 500 000 forintért, vagy annál többért egy 20 éves Rosdell Swift képtetőt, akkor a lehetőség adott. Ja. Szóval azt nem tudjuk, hogy további lehetőség lesz-e még kipróbálni. Igen, ez mert most volt, mert tényleg nehéz összehozni, hogy ki lehessen. Egy kicsit megfáradt az autó. Igen. Na, ez viszont egy aktuális téma, és erről mindenki beszélni akartam. Lényeg, hogy generáljuk a semmit, én nekem több vizsgáztatásra van kontaktom, sehol nincs káosz. Na most itt ugye arról van szó, hogy csináltunk egy videót arról, hogy egy hullámba lejárnak megint a Covid műszakik, és megint 970 000 autó rá fog esni a műszaki vizsgáztatási rendszerre azokon az autókon felül, amik amúgy vizsgáznának. És erről készült egy adásunk Leposa Zsolttal, ugye ő 28 évig volt, 28 évig üzemeltetett vizsgálomást, és nagyon sokan írtátok, hogy de hát nincsen semmi probléma. Viszont ugye ez egy olyan dolog, hogy nyilván ez egyes vizsgabázisokat érint, tehát mondjuk 10-ből 7-et vagy 8-at, és ugye sokan írtátok, hogy nem tapasztaltok semmit, majd utána megjöttek olyan kommentek, akik meg azt írták, hogy hát neki már csak 60 napra lett időpontja, tehát hogy 2 hónapot kell várni a műszaki vizsgáztatásra, mert az ő hozzá helyrajzilag közeleső vizsgaállomáson egyszerűen akkora tömeg van. Igen. Szerintem inkább vidéki lesz amúgy. Már mire gondolsz? Vidéki állomásokban lesz. Ha? Hát szerintem inkább ott. Igen. Fú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én mondjuk elvittem műszakiztatni is kész. Mikor? Ja nem, bocs, azt nem kellett elvinni a műszak. El akartam menni. Ja, várjál! Az akkor járt volna amúgy le az ennyi. A másik. A Covid alatt? Valamikor Covid alatt. És akkor most végül elvitted, vagy nem vitted? Már nem kellett. De miért? Szerinted? Nem ez. Ja, a szürke! Ó, baszki, mert végig az a türkiz járt a fejembe. Nem, ezt most vittem nemrég. Ja, ezt, okay. Ezt Covid után vettem. Igen. Sokat gyere, és nagyon szimpatikus ez a srác. Á, ezt én is kiscreenshotoltam. Igen, Dezső, köszöni. Nem gondolom, hogy rám gondoltak. Dezső tényleg szimpatikus. Dezső egy nagyon szimpatikus rác, szerintem neked is megadhatjuk. Azt mondjuk. Köszönjük, jó kis videó volt. Ezt is kiscreenshotoltam, igen. Azért felmerül bennem a kérdés, hogy oké, és növekedett a turbó mérete, de milyen mennyiségben kell ez többlet üzemanyag, illetve fordulaton hol mutatkozik meg most a teljesítmény többlet? Roland, kérlek. Többletüzemanyag az kell neki, nem tudom, hogy milyen mennyiségben. Kapott nagyjából új benzinhidat, vagy új injektorokat, vagy az gyári? Nem kapott semmit, úgyhogy nagyjából kimaxoljuk az üzemanyag rendszerét, amikor meg lesz utoljára írva. Most még várunk egy intékcsövet hozzá, a cooler már upgrade-elve lett. Itt most a GR Yaris-ról van szó, aki csak a kommentet igen, látja, mert ugye Rolandnak volt egy olyan videója, hogy a Olivernek a zöld GR Yaris-ába ugye egy elég delejes hibrid turbó. Turbóhibridálás történt, tehát a gyári házba bekerült egy elég combos forgórész. És mondhatjuk, hogy egy mérettel nagyobb turbó lett belőle végül szerintem. Igen, és Lucsok 12 ugye arra kérdez rá, hogy mennyire kell utána mennyire kell menni. Na, mivel Dezső ennyire szimpatikus fiatalember, mint az előző kommentből kiderült, és nem háttal ül a moziba, ezért nagyjából a karaktere teljesen ugyanaz lett az autónak, de hát nem, az nem kérdés, hogy milyen fordulaton, az egész fordulatszámtartományban a gyári görbe így följebb került. Így van, és ugye amit Roland előbb mondott, hogy ehhez ki kell maxolni az üzemanyagrendszert, ugye ez azt jelenti, hogy az injektoroknak a szállítása az kötött, ezt köbcentibe szokták megadni, hogy hány köbcentit képes szállítani adott ritvegység alatt. Elvileg többet tudna a turbó. Igen. Mint az üzemanyagrendszer. Igen. És ez ilyenkor lesz nagyon veszélyes ez a játék, mert hogyha nem tud már elég üzemanyagot adni az injektor, vagy hát az üzemanyagrendszer, akkor előfordulhat túlhevülés, ugyanis a párolgó tüblet üzemanyag is hűt. Úgymond, persze, de nyilván viszont nélküle meg elszegényedik a keverék, és az addig lesz húzva. Persze. Nem lesz a végletegig húzva, de amit a gyáriból ki lehet hozni, az ki lesz hozva belőle. Így is főtengelyen 400 lóerő lesz. Igen. Valószínűleg. 1600 köbcenti, 3 henger. Odafigyeljé. Ja. Szia! Kérlek szépen, mindig szerettem volna megkérdezni, amikor ilyet látok, hogy miért dőlsz neki, miért ülsz rá az autóra fényezésre. Hiányolom az alázatot és a tiszteletet. Nem volt lelki erőm ezt kiszkinisedni, nem szeretnék válaszolni erre a kommentre. Nem dőlök neki minden autónak, nem támaszkodok rá minden autóra, azokra az autókra szoktam, amik vagy az enyémek, vagy tudom, hogy ezt a gazdája is megteszi vele. Ezek úgynevezett tárgyak. Nincsen lelkük, nincs személyiségük, nincsenek érzéseik, tehát nem érzik magukat attól rosszabbul, hogy neki dőlök. Igen. Egy modern autónak a lakkozása, a fényezése az
Egy farmer nadrágot. Egy farmer nadrágot azért elvisel, igen. Igen, igen, tehát, hogy én nem, nem azt csináljuk vele, amit a Showtime-ba, hogy pisztolytáskával végigkarcoljuk a Corvette gép tetejét, amikor végig. Eddie Murphy. Igen. Az olyan szép volt. Igen, tehát szeretem az autókat, vigyázok az autóimra, ezt autóra különösen vigyázok, de ezt azért már egy kicsit talán túlzásnak érzem, hogy így buborékfóliába kéne kezelgetni a világba őket, mert az autó az nem arra van. Azt mondja. Egy autós csatorna, miért kell mindig ez a politikai fos, kezdte Ács Attila. Én se szeretem, azért nézek YouTube csatornákat, hogy kikapcsoljak, szórakozzak, ha a politikáról akarok tájékozódni, akkor megnézem azokat az oldalakat, csatornákat, ahol arról tudjak tájékozódni. Válasz, mert az Antal mániája, amióta Oliver alkalmaz, a régi autós csatornáin nem politizált. Több ponton szeretnék beleszólni, nem voltak régi autós csatornáin. A Total Car-nál dolgoztam, az nem az én csatornám volt, és ott is foglalkoztunk politikai témákkal, egész egyszerűen azért, mert az életünknek elkerülhetetlen része. Ha homokba dugod a fejed, ha nem. Anti amúgy még többet szeretne vele foglalkozni, így de van. Így is korlátozva, szerintem nem kell ekkorára látni. Igen. Mindenki. Így is korlátozva van arra amúgy a politikával való foglalkozás, ami autós témákat ér. Így van. Tehát ami akkor az autózáshoz csatlakozik. Így van. Tehát amikor most a választásokról nem beszélünk. Nem. Tehát amikor a... Érdekes. Hát azért készül most egy videó, hogy milyen autóval járnak a NER legmenőbb vállalkozói, mert ott azért vannak érdekes autók, 918-as Porsche és társai, de a lényeg az, hogy ez az életünk része, és lehet azt mondani, hogy nem foglalkozok vele, attól még hatással van ránk, tudod, ez olyan, mint amikor mondjuk nő egy tájog a lábikrádon, és azt mondod, hogy nem foglalkozok vele, attól még előbb-utóbb kurva szar lesz, foglalkozni kell vele. A politikával is így vagyok, ha az ember képben van, valamilyen szinten legalább, tehát nem ez kell, hogy kitöltse a napjait, de az ember képben van vele, akkor talán a következő választásnál mondjuk ennek megfelelően húzza be az X-et. És most nem azt mondom, hogy valakire szavazni kell, csak ismereteket kell gyűjteni, hogy tud, kire szavazol. És miért kell mindig ez a politikai fos? Tudod, mi volt az a politikai fos? Kíváncsi. Az, hogy a... Ezt pont nem láttam, ezt a kommentet. Magyar, ugye Magyar Péter elárverezte a napszemüvegét jótékony célra, és ezen poénkodtunk Danival itt egy podcastben, hogy ha a Magyar Péter a szemüvegét eladta 3 millió forintért, akkor pár szám. Pont végighallgattam ezt a podcastet, 2,5 másodpercet beszéltetek. És nem mondtuk azt, hogy mi nagyon szeretjük a Magyar Péter, se az, hogy gyűlöljük a Magyar Péter, csak az, hogy eladta a napszemüvegét. Tehát ez volt a politizálás, hogy Magyar Péter eladta a napszemüvegét. Ez egy konkrét kijelentés volt csak. Igen, nem formáltunk véleményt. Na hát. Szív vissza az alfás folyét, 20 évig volt napi használatban egy 16TS145-ös, és tudta. Nem tudok mit mondani. Szeretem az alfákat, de tudjuk, hogy milyenek az alfák. Most, érted? Szerintem egy tréle nem vitte körbe. Lehet, igen. Tehát, hogy ez egy úgynevezett vicc. Ugyanígy szoktam poénkodni azon, hogy az MX-5 rozsdás, ugyanígy szoktam poénkodni azon, hogy egy Volkswagenben elmúlik a pulzusod. Egyik sem különösebben igaz, de mindegyiknek van igazság alapja. Sztereotípia. Meg szoktuk beszélni, hogy az vicces. Van, meg valahonnan jön. Van alapja, és mert vicces. Igen. Ó, ez egy kurva érdekes kérdés, és fel akartam hívni egy ügyvédet, de nem volt rá időm, mert ugye beszélgettünk arról, ja, hogy, igen, hogy lehet szerelhetsz-e otthon. Neked ezzel mik a tapasztalataid, vagy volt ez? Tudom, te lelkes otthonszerelő vagy. Nem, én itt szerelek, nem otthon. De otthon is szerelsz? Hát, néha. Igen. Szóval, hogy ennek a paragrafusnak a tudatában végezzen mindenki azt a munkát, amiről nem tudja, hogy szabad-e végeznie, mint magánszemély vagy sem. BTK 165 első paragrafus, aki a foglalkoztatási szabály megszegésével más vagy mások életét, testépségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ugye én itt azt a példát hoztam, hogyha otthon nekiállok fékcsövezést cserélni, mert meg tudok venni hozzá mindent, már bármit, és azt elkúrom, és emiatt mondjuk, és átmegyek valakin, akkor ott azért nagy eséllyel én leszek a hibás. Igen, de fog azzal bárki foglalkozni, hogy ez a fék miért ment el? Persze. Ki fog jönni az igazságügyi szakértő, igazságügyi gépjármű szakértő, és meg fogja vizsgálni. Rosszul lett ez. Hát. Igen. Igen, szóval, Ne szereljetek otthon, ha nem tudtok. Igen, csak ugye itt jön be, amit úgy általában szoktunk beszélgetni, hogy mondhatod-e azt egy embernek, hogy ő azt nem tudja. Mert ő úgy tudja, hogy tudja. Ha nem tud megállni, akkor nem tudja. Hát igen, csak ez, amikor már kiderül, akkor már enyhén késő van.
Szóval, ja, ez egy... Jó, ez tudom, ez ugyanolyan, mint az embereknek, nem tudod megmondani, hogy luxus az autózás, mert... Ezt mondom, hogy azt sem mondhatod, hogy nem autózhatsz, azt sem mondhatod, hogy nem szerelhetsz, pedig ebben a törvény... Ebben utatásommal beszélgettem, és erre így jött egy egészen elviselhető ötletem. Na. 15 évnél nem vehetsz idősebb használt autót, és 20 évig használhatod maximum. És ez miért lenne jó? Mert akkor nem 15 év lenne az átlag életkora a magyar autóknak. Mert nem lehetne. Használhatod 20 év után, mondjuk minden évben szigorított műszakival, vagy bármi. Hogy olyan 20 éves autót, vagy 20 év fölötti autót használhass, amit megéri életben tartani. Igen, mondjuk... Mint egy OT lehetne továbbra is. Uh-huh. Tehát OT legyen, fölötte meg mondjuk OT és a 20 év között ez legyen. Nézd, az a baj, hogy amit megbeszéltünk múltkor Danival, hogy igazából ezt már a törvény kimondta. Hogy te nem használhatsz olyan autót, ami nem alkalmas a közúti közlekedésre, mondjuk, mert veszélyes, meg szennyező, meg mit ja, tudom persze, én. Persze, eleve egy igazából egy normális műszaki igen. rendszerként így van. Ehhez, és akkor így már mert, hogy kennének amit, ezek az mert, autók. Amit te mondasz, az igazából ugyanezen bukik meg. Tehát oké, nem használhatja ennyi, meg ennyi. Ugyanígy egy olyan műszaki vizsgabizottság, vagy egy olyan műszaki vizsgáztatási rendszer határozná meg, igen. ami most a küszöb nélküli 1000 kilométeren 1 liter zabáló F-asztrát a forgalomba engedi. Most a következő van a Swift, amit vettünk, az friss műszak is. Na, milyen állapotban van? Nem nagyon néztem. Olyan. Nem? Jobb, mint az előző? Mondjuk a padlón még nem tudsz kilépni, amikor beszállsz, uh-huh. de viszont már nem nagyon van rajta. Uh-huh. Na, tehát ezt mondom, hogy viszont ugye az... Nem volt meghúzva a lengők. Az meg az államnak is érdeke, hogy az igazán, tehát hogy azokat az embereket ne lehetetlenítse el a mobilitástól, akiknek ezen múlik a megélhetése. Tehát, hogy ez egy ilyen kettős játék. Többet is kéne ettől keresnünk, hogy normális autókat tudjunk venni, de... És egy sokkal szigorúbb műszaki vizsgáztatási rendszer. Az már dobna sokat nagyon a helyzeten, hogy... Mondjuk ez is rohadt érdekes, tehát nekem múltkor elvitték a Priuszt, és mondták, hogy milyen dolgokba kötnek bele. És a Priuszban tudod, lábkézifék van. Amit én ja, igen, nem... ezt mesélted, hogy a gumia, hogyha... Hogy a lábkézifékre, hogyha a legközelebb is lejön, akkor nem engedik át. Igen. És akkor látjuk a friss műszaki is gonosz Swiftet. Meg a friss műszaki is autókat. Igen. Most ugye keresünk a következő Ranch Derbyhez autókat. 100 000 alatt is van friss műszaki is autó. Igen. Gondolhatod, milyen. Én nagyon szeretnék anyagilag úgy állni, hogyha beviszem egy szervizbe az autóm, hogy kéne olajcsere, mire a szerelő azt mondja, hogy oké. Majd két nap múlva felhív, hogy van itt egy kis gond, 2 millió lesz a vége, és én gond nélkül tudjam azt mondani, hogy oké, csináljátok ezt. Tudod, mire jött a Magyar Tominak amikor olajat cserélt. Igen. Nézd, nincs csak választásod. Meg nem kell ideig eljutni egy autóval. Ez mondjuk akkor egy frissen vásárolt autó volt, tehát nem tudta, hogy mennyire tákolat. Hát jó, de nem kell ideig eljutni egy autóval. Tehát az előző tulaj eljutott ideig egy az autóval, tulaj szóval... Az előző tulaj jutott el egy ideig, igen, meg érted most? Azt mondja, hogy 2 millió forint lesz megcsinálni, és ha azt mondod, hogy köszönöm, nem, akkor van egy kerti díszed. Tehát, hogy mit csinálsz? Igen, ahogy én jártam. Tulajdonképpen igen, de ez majd egy külön podcast témája lesz, hogyha egyszer az autó megkészül. Nagyon választási lehetőségem nekem sem volt. Igen, mert mondjuk ez itt egy, azt hiszem, ez a Mercedes ilyen 4,5-5 millió forint. Tehát, hogy ez, hogy kell bele 2 millióért egy motorfelújítás, az egy GTK. Hát igen, ha megnézzük a piaci árát, akkor nagyjából ugyanott tartunk. Igen, tehát arányaiban. Tehát ő kb. Ráköltötte a piaci árának a felét, kb. Én is. Tehát így van. Oda fog kijönni. És a másik opciód az, hogy van egy... Hozzáteszem, ezt Magyar Tomi csinálta a gyári alkatrészekből teli áron. Igen. A 2 millát, én meg magamnak. Tehát igen. Az a baj, hogyha az enyém is szervizbe ment volna, akkor az a teljes ára lett volna. Így van. És mondom, azt érdemes szem előtt tartani, hogy valószínűleg ő sem örömmel patintotta ki azt a 2 millió forintot, de hogy nem tudsz mit csinálni, mert különben az autó már nem jön el a szervizből, tehát el kell trélerezned, te magad nem fogod megcsinálni. Kiárulni, szétbontani nem tudod, mert a legértékesebb része. Hát megéri amúgy. Hát... Olyan-e az az autó, hogy megéri ezt rákölteni, és akkor mondjuk problémamentesen nagyon sokáig még el lehet használni, vagy el akarod-e használni. Igen. Mert mondom, most ha te úgy döntesz, hogy nem csinálod meg a fókuszt, akkor mi van? Kiárulni nem tudod, hiszen a legértékesebb része kuka, a motor. Hát ki tudtam. Karosszéria elemek, de talán beltér. Nem ért volna sokat. Nem. És tudtál volna venni egy kettes Fiesta-t 20 évvel ezelőttről. Nagyjából. Hát nem, de vehettem volna, csak egyszerűen rohadt nagyot bukok rajta, így
Igen. Vagyis hát úgy. Ez elképesztő. Ennyi idő alatt mindketten megcsináltatok volna egy-egy autótesztes videót. Elfogytak az autók? Oh. Ez mi? Imádával például beszélgetünk. Igen. Nem, nem lehet megcsinálni 50 perc alatt egy autóteszt videót, és igazából egy autóteszt videónak sem sok értelme van már abban a formában, ahogy és azt gondoljuk. Sem és azt sem nézik meg senki, tehát... Tehát minek csinálnak autóteszt igen. videót? Arról, ezt megnézték. Arról nem beszélve, hogy igen... Ő is végignézte. Igen, ez a vége felé jött. Arról nem beszélve, hogy tehát azért nem olyan gyakori a podcast nálunk, tehát 10-ből maximum egy vagy kettő az, meg. És amúgy meg hagyományos riport, meg tudom én, úti anyag, valamilyen autós anyag, technika anyag. Nem kötelező meghallgatni. Igen. Innen indulunk. Heti háromszor frissülünk. Tehát... Hát, hogy miért fáj az embereknek, ha mások beszélgetnek egymással? Igen. Tehát Anti sem majomkodhat mindig egy autó mellett. Igen. Elfogynak a poénjai. Gondoljatok be, nem lesz több szóvic. Igen. Viszont a kommentjeim elfogytak, úgyhogy te jössz. Anti, légy szíves, tedd fel a podcasteket Spotira nézni, azért nem akkora élmény ezeket, főleg ilyen hosszúságban. Ezt tudod, miért screenshot voltam ki? Mert Epszota. Mert? Ez Epszota? Igen, mert ő mindig hallgatta. Ja, Silversting 89. Munkában amúgy hallgatná is. Értem, el is kezdtem Spotify. Már írt nekem is, csak mondtam, hogy Anti nem ér rá. Gondolta megsürgeti. A 14 ezer egyéb teendőmet, mert ez amúgy nem egy nagy tétel, tehát, hogy kiexportál a MP3-ba, felszórom, thumbnail képet, átnásom, kész. És pont imádással írt. Igen, ez meglepő módon. Szóval... Mondjuk én 5 pont nézném inkább. Mondjuk... 3 hengeres, de mindent kibér. Erre térjünk vissza, hogy 10 év múlva. Deal? Deal? Deal. Visszafogunk, mert ilyen hengerfala van. Igen. Ez nem az a 3 hengeres. Ilyen csapágyak. Igen. Igen. Ez nem a, de ezt már több ponton kiemeltük, hogy ez a motor, ez miért olyan nagy szám, és így nem értik az emberek, hogy az egész kocsi miért olyan nagy szám. Azért, mert ez túlzás nélkül egy versenymotor. Igen. Arról nem ez beszél. Nem egy utcai motor, ez nem az utcaiból jött. Ha megnézitek az utcai palettát, nincs is egy 6-os 3 hengeres, egy 5-ös 3 hengeres van, föl lehet fúrni annyira, de nem fúrták. Nincs olyan elem a blokkon, ami hasonlítana rá. Ez egy teljesen egyedi versenymotor. Kovácsolt belsővel, ilyen hengerfallal, hüvelyezve. Ilyen csapágyakkal hüvelyezve. Irgalmatlan olajhűtési kapacitással, tehát nem egy spriszni nyomja alulról, hanem 3 spriszni nyomja alulról a dugattyúkat. Most, hogy kapott olajhűtőt, már van is értelme. Igen. Offsetes motor, tehát ja, eltolt. Tehát... Az sem nagyon népszerű. Igen, igen. Golyós turbóval. Lehet, hogy ezen a teljesítményen mondjuk csak 10 évet fog elmenni, de már az is nagy szó, de hogy a gyári teljesítményén lemegy a térképről, az egészen biztos. Így van. És azért azt ne felejtsük el, hogy bazeg, ez egy hot hatch. Tehát, ha ez egy 2 literes 4 hengeres turbó lenne, is ugyanúgy szétrúgnák a picsába. Tehát, ja, ez, tehát most, mit tudom én, egy 95-ös Impreza GT azért képvisel rohadt nagy értéket, mert azok se bírták, mert ahogy használják ezeket az autókat, elpusztulnak a nem. francba. Nem, ugyan a 2-5-ös 5 hengeres Focus ST, amit múltkor mondtam. Vagy RS. Azok, hát RS-ben más egy picit, de az ST-k, meg ugye ST-ből több van, több kilométert használják, így 20 év elteltével 2-5, 225 ló, nincs mondjuk ha nem nyúlsz bele hardveresen 250-ig lehet húzni, az meg mindig csak 100 lóerő per liter, amit szívóban is kéne tudnia, és törik át a henger, vagy reped át a hengerfaluk. Így van. Tehát 20 ezek az, éves. Ezek az autók nem azért bírnak nem sokat, mert rosszul vannak megcsinálva, hanem mert egész egyszerűen a hot hatch, vagy hát ez a rally autó, homológ, ez egy olyan kategória, ez nem olyan, mint egy szupersportautó. Mint ez egy hot hatch ez is, de hát... Nem olyan, mint egy V12-es Ferrari, hogy ünnepnapokon előveszed netán versenypályázatot. Nem, ezekkel az hát autókkal... Hát ebből nagyon sok, vagy a V12-es Ferrari-ból nagyon sok ilyen kijön. Tehát azt továbbra se felejtsük el, hogy ez pár éve még 12 millió forint volt ez az autó. Igen, 12 millióról indult 12, a GMV-hez. Nem, 12,5 millió volt a tesztautó, ami ugyanez a performance ami volt. Ami performance csomagos volt, igen. Azt direkt visszanéztem a videót. 17-ért megint meg lehet kapni. Nem tudom, hogy mi lett az indulára, de mindegy, még mindig nem vagyunk 20 millió forintnál, egy összkerekes 300 lóerős hot hatchnél. Így van. És az a lényeg, hogy ezek tényleg nem azért pusztulnak el, mert rosszak, hanem mert minden nap használják őket, mert lehet őket minden nap használni. Bántják minket őket. Már nem, de amúgy igen, lehet. Igen. Bántják őket, mert arra vannak. Tehát, hogy érted, hogyha ebbe egy 5 hengeres motor lenne, mint a Focus-es, az se bírná sokkal tovább, mert egyszerűen szétrúgják. Kihozzák. Persze.
van 165 merci a telephelyen, és nincs egy diagnosztika hozzájuk, ez mondjuk engem is meglepett. Idézném Magyar Tomit, ezt a német mérnökök kitalálták, ezeket sose kell javítani. Nem, amúgy ez egy bontó. Tehát igen. Ahhoz, hogy szétflexeljük a karosszériát, nagyon-nagyon ritkán kell diagnosztika. Így van, így van. És amúgy nincs hozzájuk. De igen. Hogy milyen jó kör volt ez a diagnosztizálás, emlékszel, hogy jó, most rádugjuk, aztán újra kell indítani, ó, akkor kijön belőle egy adat, de akkor most indítsuk újra megint. Igen, bútoljon be a DOSZ, igen, vagy nem tudom, hogy min futott. És egy ilyen 22 éves Windows-os laptoppal álltunk az autó mellett, néma sem. Nem, a laptop amúgy egész új volt. A program volt rajta régi. Igen. Talán Windows 10 futott, tehát nem volt olyan. Igen, szóval a lényeg, hogy ez nem egy Mercedes szerviz, ez egy Mercedes bontó, ami igen. Nem igényel diagnosztikát. Amúgy meg nem szoktuk őket javítani, vagy úgy javítjuk őket, hogy ne kelljen hozzá. Igen, kiveszünk valamiből és betesszük a másikba. Igen. Szerintem Dani leleplezte a második évadot, hogyha két ember fog kelleni hozzá, akkor az egyik kormányozni fog, a másik maga a pedálokat fogja kezelni. Már többször elmondtuk. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Igen, mert de mivel ez fog történni egészen pontosan. Igen, de mivel két ember fog kelleni hozzá, így ezzel már lelőttük. Tehát igen, de ezt megbeszéltük amúgy, hogy további részleteket nem mondunk el, de amúgy ennyit kénytelenek vagyunk. Talán igen, talán kicsit így, kicsit úgy. Aztán, autós emberként a legnagyobb hibát akkor követtel, amikor eladtam az Evo 6-om. Én csak szeretném tőle megkérdezni, hogy miért csinálta ezt. Hát mert lehet, hogy az Evo 6 olyan volt, mint ma mondjuk egy 5-ös Golf GTI. Hogy így, hát kitelt az ideje, már egy kicsit úgy nyűgös, stb. Szerintem nem. És már úgy szerintem ez akkor se volt olyan. Nem tudom. Ez azért akkor is egy elég jó cucc volt. Ez mindig jó cucc volt, jó cucc is marad. Hogy tekintve, hogy még mindig jó, így ez akkor nagyon űrtechnika lehetett. Igen. Tudod, az a kép, hogy itt van rólam egy kép, anyukám hasában, ultrahang, ahogy éppen nem csinálok semmit, ahelyett, hogy vennék egy Evo 6-ot fillérekért. Bizony, bizony. Ezt nagyon sokan elkövettük, ezt igen. A hibát. Igen, apukám szokta emlegetni az NSX-et és a 924-44-es Porsche-kat, hogy topták volna utánam, hát kettőt adtak volna. Nem vett egyiket se. Erről beszélgettünk Sivával, hogy egész egyszerűen megjósolhatatlan az, hogy milyen autó lesz majd egy értékes vagy érdekes veterán. A Porsche fura, mert ugye azok most sem egy olyan nagyon, az már csak azért ér sokat, mert Porsche. Hát egy 924-nek azért nem valamiért, tudom, de hogy az csak azért ér sokat, mert most már minden Porsche sokat ér, a 914 is sokat ér. Biztos, igen. Hogy tök jó, csak hát na azért az igen. Nincs olyan magason a léc. De az NSX-nek azért már akkor is megadtam volna, hogy az valamikor sokat fog érni, bár nekem nem tetszett, de annak meg lehetett adni bármikor, hogy sokat fog érni, az egy olyan autó volt. Igen, emlékszem tehát, tényleg, hogy amikor sétáltam le, volt ott egy autókereskedés a Vácin, ahogy jöttem le a rendőrség épületétől a Nyugatiig, gyalog, és néztem a kirakatot, és utána 2001-ben, vagy 90, hát valahogy így 90 legvége, 2000 legeleje, átbent egy NSX 5 millió 2-ért, bazd meg. Akkor kellett volna eladni a családot. De kellett volna, anya, ott a bank, mész hitelért. Igen, hát fia, ha ma, tudod, ez az örök dilemma, hogy két választásod van. Kapsz most 40 millió dollárt, vagy pedig az összes tudás, ami most a fejedben van, azzal visszamehetsz 5 éves korodba. Melyiket választod? Gyorsan megnézném a jövő heti lottószámokat, azt visszamennék. Persze. Mert akkor a pénz is megvan, meg a tudás is. Igen. De hogy ja, tehát hogy ez nagyjából megállapíthatatlan. Én amúgy azt megadom, hogy egy nem szétreszelt GR Yaris, az nagyon sok pénzt fog érni. Bár franc tudja, mert a versenyautóságból kimentett imprezák, tehát ilyen Macra imprezák is nagyon sokat érnek igazából. Hát igen, de a miénknél, nem tudom, mondjuk miénk egész jól megvan, tehát hogy nincs halomra reszelve, nincs halomra Nincs olyan dolog, amit így nagyjából két hét alatt ne tudnád szépíteni. De amúgy vissza lehet építeni az autót, nagyjából igen. Tényleg egy hét alatt az egészet. Nem tőle, csak úgy tényleg megkérdezném, hogy miért. A 17 éves E60-am nem küzd ilyen problémával, pedig lassan a lelkemet... Ez a lelkemet, üléskapcsoló alá jött. Isten lássa a lelkemet, szeretem az Audikat. Lehet, hogy a te E60-ad nem küzd problémákkal, hát azért a miénkről ne beszéljünk. Igen, meg... Tehát szerintem azért a te E60-ad mondjuk
lehet, hogy jó állapotban van, és vigyáztál rá, mondjuk tény, hogy az Audi sem volt lerúgva. Akartam, de azért hagyjuk, hogy az E60-ak nagy többsége mivel küzd, amúgy meg tesztautó volt az Audi, én azt csodálom, hogy még működik. Igen, de én nagyjából minden tesztautó, mennyi volt benne? 22 000? Tehát hogy volt benne kilométer is? Na azért 22 000-nél egy tesztautóról nagyon-nagyon csodálkozok, hogy működik. Igen. Ott volt például a Civic Type R 8000 kilométernél, küzdött problémákkal a tesztautó. Igen, ez egy, erről majd egyszer lehet csinálunk egy külön adást valamilyen formában, hogy az újságíróknak kiadott. Sajnos miattam nem lett belőle adás, bár amúgy sem lett volna, mert pénteken vertem szét a gumiát a kátyúba, igen. De amúgy hétfőn visszavittük volna, mert nem lehetett vele megállni, nem lehetett vele kanyarodni, és nem lehetett vele elindulni, mert le volt rúgva a fék, le volt rúgva a gumi, a futómű sem volt nekem teljesen tiszta, és csúszott a kuplungja. Nem 8000 kilométer volt az autóban. Nem vagyok nagyon régen benne ebbe a szakmába, de azért sok olyan kollégát ismerek, aki azt szokta mondani, hogy nem az enyém, mindegy. Hát, jó, mondjuk nekem ennek meg az a másik véglete, hogy 8000-nél ennek semmiképpen nem szabadott volna megtörténnie. Nem, hát meg az Audinak se. A gumi. Meg az Audinak se 20 000-nél. Hát nem, amúgy igen. Vagy az M5-ös BMW-re emlékszel? Én azt nem láttam, amikor nálad volt. Volt nálam egy... Nálam teljesen tökéletes állapotban volt, amikor a Dani elhozta. Nálam azt hiszem egy vagy két hónappal utána. Hát nála volt először, nálad volt utoljára. Nem működött benne az üzemanyag szintjelző. Tudom, féltél mindig. Egy 8000 kilométert futott autóba, vagy 10 volt benne az maximum. Az 10 fölött volt. Nem, ment benne az üzemanyagrendszer, rágott a toronycsapágy elől, vagy hát valami csonkálványcsapágy, mert morgott, amikor kitekertem a kereket. Ilyen üzeneteket dobált fel az autó, hogy kérjük ne állítsa le, mert kétséges az újraindítás. Tehát versenypályáztunk vele az Euroringen, maradt benne kb. 2 liter üzemanyag, beálltunk a kútra, hogy megtankoljam, és nem mertem leállítani, hogy nem indul újra, de bazd meg, izzott az autó. Tehát, hogy egy meleg nyári nap volt, versenypályára jöttünk, és így remegő pisztolyjal közelítettem a tank felé, hogy most fog rá. Mondjuk, ha leállítod, akkor is izzik. Tehát az nem 5 perc, nem 2,5 másodperc után hűlt volna ki, ha leállítod. Igen, csak talán érted, hogy mégse van ilyen statikus elektromosságok, nem úgy járkálnak benne, meg ilyen franc tudja. De az ugye még mindig biztonságosabb volt, mint amikor az F-Astra-t tankoltuk Debrecenbe. Jaj, igen. Tankból kifolyó, izzófékre ráfolyó benzin, az egy erős kombó. Igen, summa-summarum nagyon sok tesztautót indokolatlanul szétrúgnak, de mondjuk arra, hogy egy négyállású, vagy várjál, előre-hátra, jobbra-balra, plusz a két csavaró irány, szóval egy négy plusz kétállású kapcsoló. Hát ez egy négyállású volt. Hat hónap után. De meg tudtad vele dönteni előre-hátra az ülőlapot. Tehát előre-hátra döntés, meg a négy és irány. És előre-hátra. Igen. Nem, igen. Meg a négy irány. Ja, meg lefő. Föl, le, ja, jobb, ja, balra, ja, meg. Ja, ja. Igen, szóval, hogy egy 4 plusz kétállású kapcsoló 6 hónaposan nem működik egy prémium autóban, az szerintem ciki. Igen, mondjuk ennyi idő alatt nem lenne szabad annyit kapcsolgatnod azt a kapcsolót. Mert mondjuk, ha futóművel lett volna szétverve, ja, vagy a féke legyalulva, persze, hát ilyenek a kollégák. A féket nem gyalulhatod nagyon le benne, de... Igen. Igen. Most akkor e-tron vagy e-tron? Tőled kérdezném, mert te mondtad mind a kettőt a videóban. Hibáztam, elnézést, természetesen e-tron. De nem tudok többet hozzáfűzni, igaza van, teljesen jó. Nem is kell. Sokat gyere, és ja, szimpatikus, igen, ez a srác. Igen. A kopasz sárga bólós az nem a zseni gyerek? Azt hiszem Fridibe volt anno. De. Száz Marci. Ilyen kistérségi autós ember. Sok csalódás után kistérségi az zseni. Igen, sok csalódás után az életben az autózásban találta meg önmagát, ezért mindig szívesen jön autókkal baszakodni bármilyen formában. Igen. Hát, hogy mondjuk szabad idejében is ezt csinálja. Igen, mondjuk az élet továbbra is ugyanúgy szivatja. Igen, de most azért az autók. De most ezt szereti, hogy itt szivatja. Igen. Azt mondja. Kíváncsi lennék Oliver... Okay. Mit csinálsz? Kíváncsi lennék Oliver legjobb idejére. Ja, igen, többen is érdeklődtek. Igen. A nagy csatornán kint van. Így van, tehát amikor elindult ez az egész gonosz Swift sztori, mert itt ugye a kommentelő arra kérdez rá, hogy Oliver mennyi idő alatt ért körbe a gonosz Swift-tel, akkor... Mindannyiunk körre fönt van. Így van, így Oliver. Tehát van ennek egy dedikált adás, ahol csak mi Áronnal kiegészülve. Igen, Áron volt még. Áronnal kiegészülve vezettük a gonosz Swift-et, ezt meg tudjátok nézni a nagy csatornán, majd beteszek ide egy linket alulra. 40 eleje, vagy 47 volt. 40... Talán 45 volt a videóba, azóta lefaragta ilyen 30 valamennyire. Ja. Azt mondja, az SR20-at nem kell lapkázni, éppen ezért van hidrotőke benne. Akkor a hidrotőkék vannak benne, mint a hüvelyk ujjam fele. Az SR20-at
kell lapkázni, mert az Y himbák miatt, amiről beszélt Anti a videóban, hogy eltörik, a szelepek tetejét kell lapkázni, hogy ez a himba egyenesen álljon, úgyhogy kell lapkázni. Tehát tőkés és lapkás a motor tulajdonképpen. Hát tőkés, nem a tőkénél kell lapkázni, hanem igazából csak azért kell lapkázni, hogy az egyenesen álljon. De te ennek utána néztél? Mert én csak mondta nekem a persze, ez így van. RMS Geri, hogy ez egy lapkás motor, és hogy oda kell figyelni. Hát nem, ez így van. Jó. Tehát hidrotőkés maga a himba, és azért kell lapkázni, hogy a szelepek tetején vannak ilyen gyári megvehető hézagolók. Még azt sem lehet összekeverni, azt hiszem, mert egyik felét be kell akasztani, hogy ne tudjon az a himba elmászni, és úgy kell kihézagolni egyenesbe. Hogy egyenesen álljon, mert azt nem szereti. Mert ha valamelyik irányba feszül, akkor eltörik. Fogadjunk, nem tudtátok, hogy ezt ma meg fogjátok tudni, de megtudtátok. És a végére értünk a te kommentjeidnek is. Ennyi volt? Aha, majd, hát ugye kettőt kihagytunk, mert az átfedés volt. Igen. Mindig meglepődök, hogy milyen kevés az átfedés, hogy mennyire mást tartunk fontosnak. Igen. De igazából ettől lesz ez jó. Hát mondtad, hogy ne bunkókat szedjem ki. Azokat ki szoktam szedni a tiltással, úgyhogy. Jó, de mielőtt legközelebb törlöd őket, azokat menjsd el, jó? Mert az, jó, amúgy nem. Mert amúgy sokszor érdekesek és hasznosak a felvetések, csak a stílus nem az igazi. Hát, azt még nagyjából mostanában azért meg is hagyom, ahol annyira nem igazi a stílus, vagy bármi értelme van. Tényleg azt szoktam kitörni, még semmi értelme nincs. Igen, de ez amúgy összességében azt gondolom, hogy itt most egy nagyon jó komment szekció van. Tehát, hogy nagyon kevés a... Hát, ez nagyjából ugyanúgy, mint a Total Car-nál most már alakul. Igen. Hát igen, csak a Total Car ugye nem az elejétől kezdve kuráltuk, úgymond. Ja, nem, hát ott az utolsó két évünkben. Igen, itt viszont... Kezdtünk el ezzel foglalkozni. Igen, itt viszont egészen a legelejétől törekszünk arra, hogy aki tönkretenni a légkört, az inkább máshol roncsa a légkört. Igen. Úgyhogy ne felejtsétek, webshop póló, Patreon. Felrúd is. Így van, amúgy meg iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk. Sziasztok!